Nagy Sándor Ádám itt mellettem. Az ő könyvének a címe Embertelen vidék, és a bekezdés pályázat 2017-es győzteseinek egyike. Méghozzá kiemelkedően teljesített a pályázaton. Először is a bekezdés pályázatról kérdezném téged, Krisztus, hogy mi is a lényeg ennek a pályázatnak? A bekezdés pályázatot azért hívtuk életre, mert úgy gondoltuk, hogy a magyar szerzők semmivel sem rosszabbak, mint akár az amerikaiak vagy egyéb más külföldi szerzők, és lehetőséget szerettünk nekik biztosítani számukra, hogy a korábban félkész vagy kéziratait kiadásra kerüljön. És milyen könyvek jelentek meg eddig a pályázaton? Hát a pályázaton, a 2017-es pályázaton 6 könyv került kiválasztásra, bocsánat, 5 könyv került kiválasztásra, ezek közül jelent meg most utolsóként a Saninak az Embertelen vidék című könyve. Az első könyv az osztálykép volt Emmától, aztán ott volt a Ellingernek az utolsó című könyve, illetve Frey Évának az Allegóriumnak, és tavalyi év végén jelent még meg az Inster, a vadkeleti bosszú történet Martin Kay tollából. Ez egy igen színes paletta, rendkívül sok zsáner és téma képviselték magát a győztesek között. Mi ennek az oka, hogy ennyire sokféle nyertest találtatok? Hát igazából az első pályázat alkalmával több mint 140 pályázat érkezett be. Bármilyen zsánerből fogadtunk pályázatokat, és igazából nem volt megszabva, hogy ez most egy, kettő vagy három győztes lesz, vagy akár egyetlenek sem. Úgy hozta az élet, hogy ebben a pályázati évben öt kiemelkedő, a zsűri által a kiadásra javasolt kézirat került beküldésre, és döntöttünk végül is úgy, hogy ezek kerülnek kiadásra. A pályázat idén lesz kírva harmadszorra, vagyis már fut is. Mi a tapasztalat az eddigi két évből? Hát az a tapasztalat, hogy egyre színvonalasabb pályázatok érkeznek, egyre több kézpályázat érkezik be. Tavaly valamennyire kevesebb pályázat érkezett, de sokkal erősebb volt a mezőny, sokkal kiforrottabb voltak a szinopszisok is, ugye a második évben ez már egy olyan kérés volt, egy olyan elvárás volt a zsűri részétől, hogy sokkal szigorúbban fogják a szinopszisokat figyelni. Ezzel kapcsolatban egyébként workshopokat is tartottunk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal érettebb, kiforrottabb kéziratok érkeztek tavaly, mint az azt megelőző évben. Tehát akkor az Embertelen vidék az utolsó olyan könyv, ami a 2017-es nyertesek között megjelenik. Sanyi, te hogyan találkoztál a pályázattal? Köszönöm a szót. Üdvözlök mindenkitnek, amit mondtam, és akkor válaszolnék. A pályázattal én úgy találkoztam először, hogy volt egy ilyen FIT nevű csoport, meg még van is, és oda a kitételre került a pályázati kiírás. Én ezt láttam, aztán úgy döntöttem, hogy megérné elküldeni, veszteni valója nincs az embernek, nyerni pedig nagyon sokat lehet vele. Ezért aztán végül beküldtem, és nyertem is, tehát úgy tűnik megérte. És mit éreztél, amikor a nyertesek közé kerültél? Számomra ez kifejezetten hihetetlen volt, sőt még a mai napig is elég hihetetlen, pedig már ugye itt van a könyv előttem az asztalon. Nem kifejezetten gondoltam, hogy nyerhetek, ezért is lepődtem meg. Ez kapcsolódik egy apró kis anekdota is, mivel ugye a Nagy Sándor elég gyakori név, én pedig nem a teljes nevemmel pályáztam, mert nem voltam elég okos hozzá, hogy megtegyem. Ezért aztán, amikor kiírásra kerültek a shortlistnek a győztesei, azt sem tudtam, hogy én vagyok-e az, amíg meg nem jött az e-mail. Ez egy ilyen egynapos apró delay-t jelentett, amíg nem tudtam, hogy ki vagyok és miért vagyok. De utána már valamennyivel jobban elhittem, de maradnék annál, hogy ez egy hihetetlen érzés számomra. Tehát a győzelmet egy közös munka követte a szerkesztővel. Milyen volt vele együtt dolgozni?
én a szerkesztőmről csak jót mondhatok, tehát nekem Szabó István, vagy Steve-ként ismert nagyszerű ember volt a szerkesztőm. A közös munka nagyon gördülékenyen ment, nem túl gyorsan dolgoztunk, de nagyon átható volt, tehát megbeszéltünk mindent, amit meg kellett. Ott szerkesztettünk bele, ahol erre szükség volt, és közös megbeszélés alapján. Ez néha jelentett egy-egy nagyobb vágás, de általában csak kisebb javítási feladatokat végeztünk el. Az egy nagyobb, az pedig egy ilyen fejezetnek a megírválása volt, de egyetértettünk benne, tehát nem volt egy negatív élmény. Elégedett vagy a végeredményen? Igen. Most, ahogy megláttam, így ugye el is érzékenyül az ember egy kicsit, de főleg azért, mert én nem gondoltam, hogy illusztrációk kerülhetnek a könyvbe, aztán kerülhettek, ráadásul ilyen jó minőségűek. Engem kilóra meg lehet venni a jó minőségű ártokkal, és amikor megláttam a rajzokat a könyvbe, úgy gondoltam én is, hogy ezért már megérte megírni. Tehát akkor megjelent a könyvben. Milyen érzés a kezedben tartani a szellemi termékedet? Nagyszerű. És erről most nem is tudok többet mondani. Mondd el nekünk egy pár szót arra, hogy miről is szól a legényed? Ugye a regényem arról szól, hogy a világ civilizációja ugye véget ért, ahogy véget szokott érni az ilyen típusú könyvekben. Ezt egy világháború idézte elő, aminek a következtében a föld nagy része lakhatatlanná vált, és mindenféle szörnyetegek is járják a felszínét. Ugye az emberiség igyekszik túlélni, van aki pedig igyekszik meggazdagodni abból, hogy a többiek haldokolnak, és vadásza ezeket a mutáns szörnyetegeket, ők a vadászok, és a főszereplőnk is egy ilyen vadász, aki vándorlása közben mindenféle dologgal találkozik ebben a világban, ami vagy megéri megmenteni, vagy nem. Hogy alakul ki ez a könyv fő témája, tehát ezt nem lövöm le. Milyen zsánerbe sorolnád a regényedet? Ez egy posztapokaliptikus fantasy történet. Fantasy olyan elemek miatt, amiket szintén nem fednék fel, de Skiffinek a körébe immár nem sorolható miattuk, tehát ez inkább egy ilyen fantasy történet, ami posztapokaliptikus keretek között zajlik. Mi inspirált, amikor írtál egy ilyen sötét hangulatú történetet? Nagyon jó alkalmat adnak az ilyen sötét könyvek arra, hogy megvizsgálja az ember az emberiségnek a helyzetét, vagy a saját gondolatait az emberiség helyzetéről átültetve egy fikcionális környezetben, ahol ezek az ötletek teljes mértékben kifejthetőek és elvihetőek a logikus extrém végleteikig. Emellett pedig nagyon inspiráltak engem az ilyen romba dölt világoknak a képei, ahol bármi megtörténhet és bármi meg is történik, mert csak az ember embersége szabhat át annak, hogy mire képes. Bizony, erre magad is olvasol és esetleg nézel is hasonló témájú filmeket és könyveket. Mik voltak rád hatással? Milyen könyvekből, filmekből merítettél ötletet? Nagyon sokféle alkotás van ebben. Ugye a legtöbben a Mad Max-et hozzák fel alapvetően, és nem is ok nélkül, ugye ez egy nagyon híres, nagyon nevezetes alkotás, de rám hatással volt még a Metro sorozat is, valamint egyéb ilyen posztapokaliptikus megnyilvánulások, esetleg kisebbek, a Legenda vagyok, az eredeti és a film is. Erről írtam is az oldalamra egy pár szót, de ez most nem fontos. Viszont a legnagyobb hatása mégis egy olyan könyv volt rám, ami nem is posztapokaliptikus jellegű. Ez a... le fogom mészárolni a nevét, úgyhogy ki sem mondom teljesen. Ez a Sapkowski-nak a Vaják sorozatának az elemei. Főleg az első két könyv, ahol egy törvénytelenebb, kissé emberietlenebb világban zajlik az egész, hiába civilizált keretek között kellene. Ez egy nagyon jó könyv, ajánlom mindenkinek. Tehát akkor számos témában és zsánerben olvasol és művelődsz. Mik a kedvenc olvasmányaid, ezt megkérdezhetem? Igen. Ugye az egyiket már lelőttem az előbb, sőt a másikat is. A Metro és a Vaják nagyon jó könyvek, mind a kettőt forgattam. Én hatalmas Csillagok háborúja rajongó vagyok, tehát annak a könyveit is előszeretettel befaltam a régieket. Ugye papírnak rossz íze volt, ezért ki is köpködtem, nem probléma. Ezen kívül, hogyha olvasni kell, mindenevő vagyok, főleg a skifit és a fantasyt szeretem, ebben szoktam megmaradni, de nem utasítom vissza a többit sem. Például a bekezdéses könyveket olvastam mindet, és kifejezetten jó olvasmánynak bizonyultak, tehát mindenkinek Csillagos ötös.
akkor ezek szerint azt vallod, hogy számos zsánerben érdemes olvasni, mert minél többféleképpen az ember látja a világot, annál többet fog tudni. Így pontosan, gondolom? Pontosan. Említettél egy különleges kifejezést, azt, hogy posztapokaliptikus. Ezt ki tudnád fejteni, mit jelent? Igen. A posztapokaliptikus számomra, meg elég sok ember számára azt jelenti, hogy valamilyen módon a civilizáció kihunyt, és vagy nem lépett a helyére egy másik, vagy nem kifejezetten olyan lépett a helyére, ami civilizációnak nevezhető hosszú távon. Ugye ennek az a típusát sokan jobban ismerik, ugye ezek a disztópikus művek, ahol mindenféle elnyomó rezsimek és kormányok uralkodnak az emberek felett ilyen vasököl üzemmódban. De én jobban szeretem a kutya-kutyát eszik típusú apokalipsziseket, ahol minden megengedett és semmi nem tiltott, mert itt ugye sokkal több irányba el lehet menni. Elég sok könyv és film született már ebben a témában. Tudnál mondani egy néhány példát arra, hogy hol találkozhatunk már ezzel a zsánerrel? Ugye, ahogy említettem, volt a Mad Max, hogyha valakinek a játékok jobban tetszenek, a Last of Us, vagy akár bármilyen zombi túlélési, apokaliptikus dolog ide sorolható. Ugye rengeteg művet lehet felhozni, akár a Metrót, akár a Legenda vagyokot, hasonlókat, de érdemes beleásni magukat mélyebben a témába. Én erről csináltam is egy blogbejegyzést, ahol hasonló dolgokat fedezek fel, úgyhogy aki megtalálja az oldalamat, az megtalálhatja ott is, hogy miket ajánlok. Bizonyára van a könyvedben valamilyen plusz, ami különleges és újszerűvé teszi. Miben más a te regényed, mint más posztapokaliptikus regények? Elsősorban mássá teszi az a fantasy irányvonal, amit felvettem benne. Ugye emiatt nem kifejezetten ugyanolyan események zajlanak le, mint például egy Mad Max-ben vagy bárhol máshol. A másik aspektus, amiben más az én könyvem, mint a többi, hogy itt a világ él, az emberiség haldoklik csupán, ez pedig egy érdekes, elkeseredett hangulatot ad az egésznek. Van kedvenc jeleneted? Van, de nem dobom le, mert elég spoileresnek minősülne. Ezért inkább annyit mondok, hogy sok időt töltöttem és nagyon kedvelem azokat a jeleneteket is, ahol nem csupán kardokkal vagy puskákkal, de szavakkal is beszélnek és beszélgetnek a karakterek. Vagy ahol megpróbálják visszavonni és megakadályozni azokat az erőszakos cselekményeket, amik végbe mennének, vagy végbe is fognak menni, amikor egy ilyen történet elindul. Igen. Gondolkoztam akarok. Van-e olyan karakter, aki különösen közel áll a szívedhez? Ez ismét csak az előző kérdés mintájára nem teljesen válaszolnám meg, de a fő karakterrel töltöttem a legtöbb időt, így... Sanyi, valamit mondanak. Igen. Így mondhatjuk, hogy ő áll a legközelebb hozzám. Ugye ő az ő neve Varjú, akit külső jegyei alapján neveztek el ennek, tehát erre való utalásokat majd lehet találni a könyvben is. De mivel vele voltam a legtöbbet, így ő van a legközelebb hozzám. Említetted, hogy a regényedben több küzdelem és csatornát is található. Mire fókuszál jobban a regényed? Inkább a harcra, vagy pedig a karakterek közötti játszmákra? Igyekeztem mind a kettővel foglalkozni, de ugye az igyekezet nem mindig elég, tehát ezt majd az olvasó eldönti. Én a hangsúlyt szerettem volna megtalálni, valamint a harcoknak úgy akartam súlyt adni, hogy hirtelen tör ki az erőszak, és hirtelen van vége, hogy a való világban és életben is. Viszont a megbeszélés és a deeszkalációja mindenféle konfliktusoknak sokkal bonyolultabb, mint erőszakkal elrendezni a konfliktusokat, viszont sokkal jobban megéri a hosszú távon. Valami ilyesmit akartam átadni, hogy ez mennyire sikerült, majd az olvasók eldöntik. Mit gondolsz, hogy a feszültség honnan származik a regényedben? Inkább a cselekményből, vagy pedig a karaktereknek az egymás közötti viszonyaiból? Mindenképpen a karakterek viszonyai hajtják előre ezt az egészet. A mű maga epizódikus, és ugye minden fejezet szinte másról szól, ezért is van az elejükön apró ilyen kis borítóképként megjelenő illusztráció. Ezért aztán bár van átívelő szála a cselekménynek, mégiscsak a karakterek közötti interakciókra fókuszál az egész, és azt hajtja előre a konfliktusokat és a cselekményt. Azt gondolna az ember, hogy nem könnyű egy ilyet megírni, hiszen nem túl sok személyes élményt
tudsz hozzá meríteni, gondolom, a való életből, hiszen gyanítom, hogy nem karddal rohangálsz az utcán. Igen. Bár szeretnék. Mégis hogyan tudtál egy ilyen könyvet ennyire életszerűen megírni? Igyekeztem belehelyezni magam a karaktereknek a konfliktusaiba, valamint ugyebár nem lehet teljes mértékben valós élményekre építeni, azért valamennyi valóság alapja mindig van az ilyen történeteknek, így itt is valamennyire belefolyt, ezért pedig ennek a variációit és a változatait be lehet írni elég életszerűen, szerintem. Nagyon fontos, amit említettél, hogy van benne saját élmény, és hogy magadból is vittél bele a könyvedbe. Mi az, amit a saját életedből vittél át a regényedbe? Valamennyire, valamilyen szinten a nézeteim, ahogy minden írónak a saját könyveiben a nézetei megjelennek ebben a regényben is. Ugye az emberségnek az általános értékrendje, értékei, amiket meg kellene őrizni. Valahol ott lappanganak a sorok között, csak meg kell őket találni. De ezen túl igyekeztem nem túl sok személyes dolgot belevinni, mert egy személyes élményeken keresztül lehet, hogy elavulna az üzenet. Bár ebben még nem vagyok teljesen biztos, ezt még ki kell tapasztalni, de én így láttam, amikor megírtam. Tehát töreketél arra, hogy ne legyen túl sok olyan intim, személyes részlet a könyvben, ami hozzád köthető. Úgy gondolod, hogy ez árthat a szövegnek? Általában nem feltétlenül láthat neki, de az én írási módszerem nem feltétlenül lesz. Láttam, vagyis olvastam egy rakat könyvet, ami nagyon jó volt így megfogalmazva, és nagyon jók is, de az én módszerem nem így épül fel. Mégis azt láthatjuk, hogy a kardok nem állnak túl messze a te szívedtől. Tudnál mesélni egy kicsit arról, hogy te a kardokkal hogyan is kerültél kapcsolatba? Ez egy ilyen spontán dolog, már nagyon régen, nagyon kiskorom óta szeretem a kardokat, aztán kiültöttem is őket, aztán csináltam is őket. Ugye nekem kifejezetten sok szakmám van, az első, amit megszereztem, az az asztalos, és ebből kifolyólag én rengeteg fakardot gyártottam, amikor még tanuló voltam. Ugye ennek az eredményét lehet itt látni az asztalon is, ha Gyula felemeli nekem, akkor meg lehet tekinteni. Igen. Ugye ez egy ilyen aprócska kard, a könyvből van, és meg lehet vásárolni a könyvhöz. Van belőle kereken 3 darab. Ugye nem azt mondom, hogy annyira nagyon szépek vagy gyönyörűek, de nekem a kardok nagyon sokat jelentenek, mint jelkép és mint tárgy is. Dísznek sem utolsó, de nem feltétlenül ezért kedvelem őket. Mit szimbolizál a kard szerinted? A kard nagyon sok mindent szimbolizálhat, a küzdést, a tenni akarást, az erőt, vagy esetleg azt az ítéletet és értékhozást, amit valaki végezhet, akinek hatalom van a kezében. Ugye ez mind ráhúzható a kardra valamilyen szinten, és ugye én rá is húztam, amennyire csak tudtam. Tehát akkor asztalos szakmádnál fogva értesz a fa megmunkálásához. Kimondottan a kardokról valahol tanultál, vagy autodidaktak vagy készítő vagy inkább? Autodidaktának inkább elmegyek. A YouTube videókon való művelődés pedig nem hiszem, hogy számít tanulásnak, de amennyit tudok egy kardról, azt a saját kardjaim alapján és ilyen internetes keresések alapján szedtem össze. Az asztalos szakma, hogy valamivel többet tudok, úgyhogy legalábbis szeretem azt hívni. És honnan merít az inspirációt egy kardhoz? A kardokhoz való inspiráció az több helyről jön. Ugye főleg a praktikumot szoktam szem előtt tartani, tehát ezen is látszik, hogy ez egy hajlított penge keresztvassal, és ez több mindenre teszi alkalmassá, mint hogyha másféle önvédelmi eszköz lenne rajta. De szerintem nem tudom. Egyik mondok. Igen. Tehát a kardkészítés az a kreatív energiát katalizálta valamilyen módon? Mondhatjuk ezt is, de nem feltétlenül tudom, hogy van a kettő között kapcsolat, ezt még fel kell deríteni. És honnan jött ez a szeretet a kardok iránt? Jó kérdés. Ezt nem feltétlenül tudom én sem, de szeretem őket, és ennyiben megmaradok. Biztos, hogy haradjunk vissza ahhoz, hogy a zsűrinek mi volt a véleménye a könyvről Dióhéjban. Egy pár szóban tudnál erről beszélni? Hát szövegjön az egyik legjobb kéziratnak tartották. Bár ugye a Sanyi nem küldött teljes kéziratot, hanem körülbelül ugye egy olyan 50-100 oldal körüli szöveget küldött be, de már ebből érződött a zsűri számára, hogy
akkor egy jó történet készülne. Igazából a zsűrűröt és ezekkel a pályaművekkel kapcsolatban megtalálható a bekezdés oldalon részletesebben is, aki kíváncsi rá, az meg tudja nézni ezen a weboldalon. Sanyi, miért éppen ebben a zsánerben alkottál? Miért pont posztapokaliptikus írtál? Az elején nagyjából hasonlóan megválaszoltam ezt, tehát ugyanezt tudom mondani róla. Szerintem kifejezetten jól felismerhetőek és felmérhetőek az emberi léleknek a belső bugyrai és a messzeségek, ameddig egy ember elmehet, amielőtt már nem nevezheti magát embernek egy ilyen környezetben, ahol nincsenek törvények vagy visszafogó erők, mint a civilizáció láncai, ami szerepel a könyv hátulján. Mióta foglalkozol írással? 16 éves korom óta írok, tehát egy olyan 11 évre tehető ez az egész. És az írás, én tulajdonképpen csak azért kezdtem, mert a Word ment a gépen, és a képregény készítés túl nehéz volt, úgyhogy nekem ennyiből bontakozott ki az egész. Természetesen sokat olvastam mellé, de ennyi az előképzettségem a témában. Mennyi ideig tartott ezt a regényt megírni? Ez közel 3 évre lehet datálni, amíg dolgoztam rajta. Bár ez nem a teljes vele töltött idő, hanem ez az első karaktertől az utolsó karakterig eltöltött idő. Ugye rengeteget segített a befejezésében, hogy megnyertem a pályázatot. Ha nem nyertem volna, meg lehet, hogy nem fejezem be a könyvet. Voltak korábban már más publikációid? Más publikációim nem voltak korábban. Úgyhogy nekem ez volt az első. Pályázgattam több felé, de nem sok eredményt értem el, de nem is voltak olyan fontosak számomra. Sem az írások, sem a pályázatok, amikre pályáztam. Látjuk, hogy a könyvben van számos illusztráció, ezeket Németh Gyula készítette. Tudnál kicsit mesélni arról, hogy mi vette ezeket a rajzokat? Miért pont így ábrázoltad a szereplőket és a helyszíneket? Sziasztok! Igazából erről nem beszélt a Sanyi, hogy ő is rajzol, és egész pontos rajzokat készített elő nekem, hogy melyik karaktert ő hogy képzeli el, stb. Úgyhogy én azok alapján már ki tudtam indulni. Mindenképpen érdemes elmondani, hogy mikor valaki illusztrátorként dolgozik, hogy illusztrációs munkát végez, akkor van egy tök jó középút. Az se jó, hogyha mindent megmondanak neki, az se jó, ha semmit nem mondanak neki arról, hogy minek hogy kell kinéznie, és ezt most egész jól megtaláltuk. Tehát voltak skiccek, amiket a Sanyi odaadott nekem, és ez alapján tök jól el lehetett indulni. Amikor valameddig eljutottak az illusztrációk, azokat megmutattam neki. Ő semmiben nem szólt vele igazából soha, úgyhogy azt hiszem egész jól eltaláltam. A stílusról meg igazából annyit, hogy én a gyorsaság meg a praktikum miatt főleg digitálisan dolgozom, tehát Photoshopban, de igyekszem olyan módon elkészíteni a rajzokat, hogy azok tradicionálisnak nézzenek ki. Tehát, hogy a legtöbbször ne lehessen megmondani róla, hogy ez gépen készült és nem papíron. Úgyhogy szerintem itt is nagyjából sikerült ezt elérni. Vannak a kötetben térképek is. Mi ennek az oka? Erről tudnátok beszélni? Köszönöm a szót egy picit. A térképeknek az az oka, hogy szerintem, hogyha az ember egy olyan világot alkot, ami nem teljes leképzése a saját világunknak, ugye ez is egy sokkal kisebb terület, mint a földből, ahol játszadozni lehetne. Én úgy gondoltam, hogy sokkal egyszerűbb a karaktereknek az útját és a történetnek a folyását figyelni, hogyha van valami térkép, vagy valami, ami alapján be lehet lőni, hogy éppen hol vagyunk világügyileg. Csak ez motiválta a térképet tulajdonképpen. Gyula, hol találkozhatunk még a munkáiddal? Elég sok könyvem van kint, több kiadónál a Móra, nyilván a Twister, mégis több könyvem van, vagy illusztráltam, vagy a borítót én készítettem, a Móránál tavaly valami 4 vagy 5 könyvem járt meg, van a Cser kiadó, akik meg gyakran dolgozom, önnál főleg borítókat tervezek. Az a baj, arra gondoltam őkre, hogy főleg a skifivel kapcsolatos munkáim, azok
elég sokat dolgozom ebben a témakörben, és minden évben voltak projektjeim, csak azokat pont nem látja a közönség, akik általában filmeken szoktam. Tavaly előtt dolgoztam a National Geographic-nek a Mars sorozatán, tavaly a Gemini Man-en, ami idén jön ki, egy amerikai sci-fi, és idén is igen, egy Netflix-en sci-fin dolgozom, és azokat a munkákat pont, ami hasonló téma, tehát sci-fi és robotok és jövő, az soha senki nem látja, hiszen azok csak a filmbe készülnek, ők csak a végeredményt látják. Egyébként pedig a másik, ami ez egy kicsit nehezebb hozzájutni, hogy én most a képregényeken dolgozom, az meg amerikai kiadóknak, decembertől fog megjelenni egy sorozat, remélhetőleg eljut Magyarországra is. Úgyhogy ha akar valaki látni a munkáimat, akkor főleg itt van a Facebookon vagy az Instagramon lehet látni, róla viszont mindent feltöltök, amit... Tehát remélhetőleg itt van is megjelennek ezek, amiket most a következő másfél évben dolgozom. Amit akartam még elmondani, hogy gondolom, mennyire színes fogadtak dolgozik, ami nekünk például Kevin Mesentőnek rajzott Kontert Mesentőnek, Cristiano Ronaldo, illetve Lionel Messi-nek a történetét rajzoltam meg, de ezen kívül például Marie-Bernek is a borítóját rajzolta, ez pedig egy fantasy, tehát hogy tényleg nagyon sok helyen megtalálhatóak az ő munkái. Hány illusztráció van a kötetben, és mi volt az oka, hogy pont ennyi került bele? A kötetben, hogyha jól számolom, akkor 19 illusztráció, a térkép és ugye a borító van. Ennek ugye már említettem az oka, hogy minden fejezet különféle történeteket mesél el. Ezért volt értelme egyféle kis borítót adni az összes kis történetnek, amit tartalmaz. A könyv pedig 19 fejezetből áll össze, tehát így logikusnak tűnt így felépíteni. Ez a 19 valamilyen mágikus jelentőséggel bír? Nem kifejezetten, sőt ez a 19 lehetett volna 20 is, csak aztán eldöntöttük a szerkesztővel, hogy inkább legyen 19 is. Minden szép lesz és minden jó. Ez ugye szép is lett és jó is lett, tehát elégedett is vagyok vele. De nagyobb oka nem volt a 19-es számnak. Sanyi, hogyan kerültél kapcsolatba Gyulával és az ő munkáival? Hogyan ismerkedtetek meg? Engem a Krisztián hozott össze Gyulával, de korábban is láttam munkáit. Ugye nekem a Raptársak a Gulágon képregény oda került a kezembe, amit ő illusztrált. És annak a stílusa is nekem nagyon tetszett, így örültem neki, hogy vele dolgozhatok. És ahogy mondta is, nagyon jól eltalálta, hogy mit is szerettem volna viszont látni. Úgyhogy nem is volt sok vitánk ezzel az illusztrációs témával, mert az ő stílusa nagyon jól ment az enyémhez. Van kedvenc illusztrációd? Igen. Az első illusztráció, aminek egy verziója a könyvnek a borítója, az ahogy megláttam, azt tudtam, hogy ez megy a falra, hogyha kerítek egy akkora nyomtatót, ami képes lesz kinyomtatni poszter méretbe. Úgyhogy ez még várat magára, de hamarosan megtörténik. Volt olyan, hogy megláttál egy karaktert, amit megjelent előtted vizuálisan, és nagyon dobbant a szíved? Igen, szintén volt ilyen karakter is. Ezt a közösségi oldalaimra ki is tettem, amikor az illusztrációnak egy nagyon kis szelete nyilvánossá vált. Ugye ez az egyik ilyen harcos női karakter a kis bandája körében. Ez szerintem egy kifejezetten jól sikerült illusztráció, ami az erőt és a határozottságot, becsületet sugallja, amit ez a karakter képvisel a könyvben. Igazán sokoldalú személyiség vagy, hogy írsz, rajzolsz és még karkészítéssel is foglalkozol. Arról tudnám mesélni, hogy hol írtad az Embertelen vidéket? Bizonyára valami speciális helyszín kell egy ilyen könyv megalkotásához. Lehet, hogy kellene, de nincs. Tehát én az Embertelen vidéket mindenhol írtam, ahol csak lehetett. És akkor, hogyha a sok munkával akar villogni az ember, én tanár is vagyok, tehát írtam otthon, vonaton, laptopon, mindenféle helyeken, az iskolában és a tanári szertárban dolgozatjavítás közben is. Tehát ez egy nagyon változatosan készülő mű volt. Közben valami szebb helyekre oda képzeltem magam, hogy azért mégsem az iskolában legyek, de sajnos ott voltam. Karaktereid egy az egyben kitalált személyek, vagy pedig valamilyen valóság alapjuk van, valamelyes létező személyekről mintáztad-e őket? Létező személyekről annyira nem mintáztam,
valamennyi valóság alapja mindenkinek van egy olyan tekintetben, hogy a legtöbb karakterben valami leképzése van az én saját nézeteimnek vagy személyiségemnek. Ez ugye legtöbb írónál becsúszik, tehát nem lehet azt mondani, hogy szándékos, nem szándékos hiba, de nagyon létező személyekről nem nagyon mintázgattam őket. Van olyan szereplő, aki a te leképezésed? Nincs. A könyved egyik fő motivuma a nihil. Ez honnan jött? Ez onnan jött, ugye nagyjából ez poszt-apokaliptikus történetekben eléggé adott, hogy a nihilizmus és a minden kilátástalan ez megjelenik. Én ezt azzal kapcsoltam össze, hogy nem csak, hogy minden elhal és eltűnik, de még minden hamis is. Tehát akik életben maradtak, nem feltétlenül a legintelligensebb vagy a legkreatívabb emberek, így a nevek nem azt jelentik, amit jelentenek. A tárgyaknak elvész a neve. Ez a koncepció nekem nagyon tetszett, úgyhogy ezt a könyv végéig kitartottam. Említetted, hogy a regény a jövőben játszódik valamikor és valahol. Lehet tudni pontosabbat a helyszínről, hogy időről? A helyszínre én Európát tenném valahol, valahol. Az idő pedig szerintem egy olyan 2050-60-70 környékére tehető. De ezt igyekeztem meghagyni ködösen, és most sem tisztázom le teljesen. Tehát bizonytalanságban hagyd az olvasót. Igen, természetesen. Említetted azt is, hogy epizodikusan épül fel a regényed. Ez mit is jelent pontosan? Ez azt jelenti, hogy ugye a külön fejezetek külön történeteket mesélnek el, külön katarzisokkal és külön sztori hívekkel. Ez valakinek tetszik, van akinek nem tetszik annyira. Nekem kifejezetten tetszett, mert így minden történetnek meg lehet a saját lezárása, miközben ugye a nagyobb karakter vagy történetívet visszük tovább. De így a könyvvel ugye egy elég hosszú könyvről van szó, olvasható kis részekben is, és nem érzi az olvasó, hogy úristen, még mennyi van hátra a könyvből. Honnan jött az ötlet, hogy epizodikusan építs fel a regényedet? Ez az ötlet nekem a Vaják első két kötetéből jött, ahol ugye az egy teljes mértékben novellás kötetként felépülő kis duológia, mielőtt kibővült trilógiával, aztán pedig tovább. Nekem ez a koncepció nagyon tetszett, hogy a történetek mind megállják a helyüket egyedül is, ezért így építettem fel ezt is. A könyved sötét és kilátástalan világban játszódik. Ez a sötétség az a lelkedből fakad? Nem kifejezetten. Nem mondhatom, hogy nincs a sötétség a lelkemben, de ilyen félig meddig ilyen ősülő kipark szövegesen nem szoktam érezni magam. Ez a sötétség, ez mióta van meg benned? Hát én tagadom, hogy létezik a sötétség. Aztán majd rám borul, és akkor majd eltűnök, de igazából nem félünk ettől. Akkor térjünk is vissza az illusztrációkhoz. Említetted, hogy készítettél kisebb vázlatokat, amikor írtál, közben le is rajzoltad őket. Ezek alapján készültek a végső illusztrációk, vagy nagy módosítások voltak? Ezek alapján, tehát én rajzoltam apró vázlatokat, aztán pedig Gyula átültette őket olyan formába, hogy aki nem néz, aki ránéz, az ne égjen ki a szeme azonnal tulajdonképpen. Ugye én ezt kifejezetten értékeltem, mert így láthattam az ő stílusát is, és mégis azokat kaptam vissza, amiket leadtam. Pár illusztráció volt, aminek én sem tudtam illusztrációt rajzolni előzetesen, de azt együtt megbeszéltük, és kifejezetten jó képek születtek belőle, tehát nekem ez nagyon tetszett. A karakterek vizuális megjelenését mi inspirálta? Főleg a praktikumra építettem fel az egészet, tehát úgy voltam vele, hogy amilyen ruházatok és amilyen fegyverzetek túlélhették ezt a világégést, olyanokban feszítenek és járkálnak az emberek. Hogyha ez egy szakadt kabát vagy egy ócska rongy, akkor az. Tudjuk már, hogy érdeklődsz a fegyverek iránt. Milyen technikai fejlettség van jelen a világodban? A világomban még jelen vannak lőfegyverek és jelen van elektromosság, de már fogyik, mivel kezdenek kihalni azok az emberek, akik képesek ezt replikálni. Ezért aztán a világ így visszafelé halad a kőpor felé szép lassan és erősen. Ezért jelennek meg a kardok, mint fő harceszközök, és kapák, kaszák, és egyéb kertbe való fegyverek tulajdonképpen. Ugye egy gerebével kiszúrják valaki szemét, az nem kellemes. Mondhatjuk, hogy reneszánszát éli mostában ez a zsáner, a posztapokaliptikus.
elég sok ilyen témájú könyv születik mostanában. Mit gondolsz, mi az oka ennek? Miért ilyen népszerű mostanában ez a téma? Szerintem azért ilyen népszerű a posztapokaliptikus regény és maga a műfaj, mert ez egyfajta eszképizmust jelent, de nem csak olyat, mint egy skifi vagy egy fantasy, hanem azt a végső szabadságot, amit az okozhat az emberben, hogyha lehullanak róla azok a megkötések, amik a civilizációt összetartják. Ugye ez van, akinek lánc, van, akinek nem az, de mindenképpen megkötésnek érezhetjük őket időről időre. Ugye ezzel mindenki találkozott már, amikor sorba állt a bankban, vagy elütötte az öreg néni a banyatankkal, vagy valami. Ugye ez akkor jelent problémát, hogyha az ember nem vághat vissza. Hogyha elolvas egy ilyen könyvet, akkor beleképzelheti magát abban a helyzetben, hogy mit tenne ő, hogyha nem lennének azok a megkötések, amik visszatartják attól, hogy az állati ösztöneire hagyatkozva cselekedjen. Az a regény szlogenje, hogy mi lenne az emberből, ha lehullanának róla a civilizáció láncai. Tehát úgy érted, hogy a civilizáció az egy lánc, egy megkötés? A civilizáció az főleg ugye egy szerződés, ami létrejön az emberek között azért, hogy mindenki békében és szépen élhessen. De ugyanekkor ugye a civilizáció, nem akarok arra utalni, hogy ez egy rossz dolog. Az nem egy rossz dolog, annak folyamányaként élhetünk tovább. Viszont a civilizáció, hogyha úgy nézzük, tulajdonképpen nevezhető láncnak vagy korlátnak, mert amikor belekerülünk ebbe a társadalmi szerződésbe, ez visszatarthat minket attól, hogy bármit megtegyünk. Ez ugye sokszor kifejezetten pozitív dolog, mert mivé válna a világ, ha mindenki oda menne és össze-vissza verné a másikat, amikor bármi baja van. Viszont sok ember számára ez azért lánc, mert ő szeretné össze-vissza verni a másikat, amikor probléma van. Néha mind szeretnénk. Az írás egy oda-visszaható folyamat volt? Tehát ahogy írtál, nem csak a te személyiséget hatott a regényre, hanem mint egy a regényed is visszahatott rád? Igyekeztem, hogy annyira a regény ne legyen hatással rám, hogy ilyen vérengző fenevaddá változzak közben. De nem lehet azt mondani, hogy nem hat rám a regény. Ugye egy posztapokaliptikus vagy sötét hangulatú sztorit nagyon nehéz sokáig írni, mert előbb-utóbb az a sötétség vagy az a kegyetlenség, amivel a történet szövődik, van annyi hatással az emberre, hogy rosszul érezze magát, mikor alkotja a sztorit. Ugye ilyenkor egy kicsit tenni kell visszafelé pár lépést és hátrébb állni. Úgyhogy szerintem nem volt rám annyira nagy hatással, de azért valamennyi hatással mégiscsak volt. Említetted, hogy ez a sötét hangulat, ez a valós életedre is kivetült. Ez valóban így volt? Néhol megtalálható volt, hogy az ember kilátástalannak érzi magát vagy a helyzetét, de ugye mindig arra kell törekedni, hogy ez annyira ne hasonl ránk. Az ilyen témájú posztapokaliptikus regények elég sokféleképpen tárgyalják a világ végét, mindegyik mást vet fel, hogy vajon mi okozza majd az emberiségnek a pusztulását. Van, ahol atomcsapás vagy háború vagy egyebek, nálad mi okozza az emberiség végét? Nálam az emberiség végét spoiler okozza. Úgyhogy nem mehetek bele sokkal jobban. Ugye igyekeztem ezt rejtélyesen meghagyni, és vannak rá utalások, hogy miért történt, ami történt, de mindenkinek a saját interpretációján múlik, hogy ez most miért és hogyan is ment végbe. Tehát voltak éppen nem kulcsfontosságú regényed szempontjából az, hogy mi is okozta az emberiségnek a pusztulását? Igen. Maga az esemény nem számít annyira, mint az, amit okozott, és amit okozott az emberekben és a civilizációban. Felismerő a következő kérdés, hogy és benned mit okozott a regényed? Hogyan változtál általa? Változtál általa? Mondhatjuk, hogy változtam, mert nekem voltak ilyen problémáim azzal, hogy nagyon befejezzem, amit elkezdtem regény vagy írás szinten. Ugye itt most rákényszerültem, hogy befejezzem, ez egy nagyon hasznos dolog volt, és használt számomra, úgy látom. De nagyon sok más változás nem hozott. Szerintem íróként fejlődtem, de inkább a szerkesztés folyamat közben fejlődtem többet. Ez egy magányos út volt számodra, amelyet egyedül kellett meghívnod, vagy pedig voltak segítőid, társaid, akik melletted álltak az írás folyamán? Segítők mindig vannak, de az ember egyedül ír, többé-kevésbé. Ugye kikérjük a véleményeket, és nekem is voltak, ugye ülnek is itt a közönség soraiba, a babásorba, akik látták és olvasták, amit írtam, és támogattak, és leírták a véleményüket. De ugye az már egy másik dolog, hogy mennyire fogadjuk meg azokat a véleményeket, vagy mennyire hagyjuk, hogy befolyásoljon minket.
én általában ezt nem hagytam annyira, de észben tartottam, hogy mit lehetnek a problémák. Amit én is problémának éreztem, kijavítottam, amit nem, azt nem. De főleg a legtöbb segítséget, és ugye az már ilyen hivatalos segítség volt, a szerkesztés közben kaptam, hogy ugye emberi mértékkel is olvasható könyv kerüljön ki a végén, ne csak a őrült ömlengés, amit én papírra vetettem. Tehát viszonylag kevés textolvasód volt, azt említetted. Mit mondanál a fiatal szerzőknek, akik most próbálkoznak, majd mit javasolsz? Érdemes elolvastatni a kéziratot másokkal, vagy kire hallgassunk ilyen szempontból? Elolvastatni mindenképp érdemes, mert ugye egy ember, aki elolvassa, az egy olvasó, aki olvasott. De azt mindig érdemes szem előtt tartani, hogy nem azt mondom, hogy az író mindig mindent jobban tud, de hogyha valami koncepciót, valamit meg akarsz tartani, akkor abból ne nagyon engedj. Engedhetsz belőle, de ne hagyd, hogy teljesen elvigyék az olvasók a könyvet a kezedből. Volt olyan, hogy egymásnak ellenmondó tanácsokat kaptál? Persze. De nagyon, nagyon sok tanácsot nem kaptam, mert ugye egy emberektől származtak a tanácsok. Volt, hogy ezek ellentmondtak egymásnak, tehát az epizódikus szerkezetre érkezett probléma, aztán érkezett, aki azt mondta, hogy az jól volt úgy. Tehát ezért is mondtam, hogy ha az ember mindenfelé néz, akkor előbb-utóbb nem fogja látni azt, ami előtte van. Tehát inkább maradjunk meg annál. Éppen ez lett volna a következő kérdésem, és akkor fel is teszem, hogy milyen visszajelzéseket kaptál? Hát a szerkezetre irányultak, hogy jól van az úgy, hogy nem van az úgy jól. A realizmusra hiányolta valaki a realizmust és a gyorsaságot, mert ugye a harcjelenetek nagyon gyorsan vannak írva a könyvben, tehát nem szoktam elidőzni azon, hogy valakinek szétrobbant a feje és mindenféle csontok ide-oda repkedtek, és nem írom le, hogy kinek a hajába hány csont repült bele. Ugye valakinek ez nem tetszett, valakinek azt tetszett, hogy gyors volt, de sokféle eltérő vélemény érkezik, mikor az ember így olvasta. Valóban látunk különböző példákat fantasy regényekben. Van, ahol egy csatajonát több oldalon keresztül, több tíz oldalon keresztül van részletezve, van, ahol pedig egy pár mondatban leírja az író. Te melyik felé hajlasz inkább? A csatában fontos az, hogy egy csata számomra sose ott kezdődik, amikor már valaki lő, vagy valaki már hadonászik a kardjával. Ugye egy csata mindig ott kezdődik, amikor a probléma felmerül, és onnan folytatódik addig, amikor a probléma deeszkalálódik arra a szintre, hogy már nincs meg a konfliktus. Ugye ilyen szinten van olyan, hogy több oldalon átmegy a csata, de a lényegi harc általában hamar lezárul. Aztán ugyebár nyertél a pályázaton, és kaptál egy szerkesztőt, akivel közösen dolgoztatok az, hogy a kézirat még jobb legyen. Ki volt a szerkesztőd? Ja, ahogy említettem, Szabó István Steve volt a szerkesztő, és vele dolgoztunk. Nem mondom, hogy egy nap alá téve, de nagyon szorgalmasan, hogy elkészülnek ők. És ez a közös munka miből áll? Tudnál erről beszélni egy pár napban? A közös munka abból állt, főleg, hogy ő elolvasta a fejezetet, kijavította benne a helyes írási hibákat, mert ugye, hogy néz az ki. Aztán tett javaslatokat, ha valamit úgy érzed, hogy nem feltétlenül odaillő, vagy nem megy a karaktereknek a személyiségéhez. Ezen én ugye meglepődtem, hogy neki nagyon jó érzéke volt az, hogy az én karakterémet hogy terelgessük és vezessük, és akkor tett javaslatot, hogyha úgy érezte, hogy valami tényleg kilóg. Így visszaolvasásra én is láttam, hogyha kilógott valami, és általában át is javítottuk. Általában hallgattál őre, vagy kompromisszumokat kellett kötnötök? Voltak kompromisszumaink, de általában inkább megfogadtam a tanácsait. Egy nagyobb kompromisszumunk volt az egyik fejezetet érintően, de az sem igazi kompromisszum volt, mert utólag rájöttem, hogy igaza volt. De hajlandó lett volna, nem feltétlenül az én... Elvesztettem a saját fonalmat. A lényeg az, hogy hajlandó lett volna letenni a saját nézetéről, de inkább én tettem le róla, mert úgy éreztem, hogy a könyv érdekeit jobban szolgálja az, amit ő említett, mint amit én kitaláltam. Egy pár éves munka alatt igencsak az ember szívéhez tudnak nőni a karakterek. Mit jelentenek ők a számodra? A karakterim azt a küzdést, azt a túlélést jelentik, ami nem csupán egy ilyen posztapokalipszis környezetben, hanem akár a mi mindennapjainkban is előjöhet. A kompromisszum kötéseket, azt, hogy tenni kell, azt, hogy küzdeni kell azért, ha valamit el szeretnénk érni. Úgy gondolná az ember, hogy a küzdelem az nem mindennapi része az ember életének, hiszen nem harcban élünk nap, mint nap. Vagy mégis úgy gondolod, hogy a csata az ennyire szerves része a mindennapjainknak? Szerintem a küzdelem az egy elég tárfogalom. Tehát nem csupán ez a küzdelem, amikor megyek és jól orba vágok valakit,
hanem hogyha például a tanári pályát akarom visszahozni példának, hogyha én azt mondom, hogy te ezt megtanulod, a gyerek meg azt mondja, hogy ő ezt nem tanulja meg, akkor mi már küzdünk számomra, és ennek a küzdelemnek a végkimenetele dönti el azt, hogy a gyerek tud programozni, vagy nem tud. Úgyhogy, ha így nézem, akkor valamilyen szinten minden küzdelemé válik az ember életébe. Karakterének fontos ellenvonása a küldetéstudat. Ez miért ennyire fontos a számodra? A küldetéstudat nélkül szerintem nem nagyon lehet sehová eljutni. Ugye a küldetéstudat az, ami előre visz, mozgat minket, akármilyen pályát választottunk. Amiatt kerülünk ki az ágyból reggel, és hogyha nincs meg a küldetésünk arra a napra, vagy arra a hétre, vagy arra az időszakra, akkor ez megnehezíti számunkra, hogy tovább menjünk. Legalábbis én így látom. Említetted, hogy az erőszak az egy elég sarkalatos pontja a regényednek. Mi az ok annak, hogy ennyire erőszakos könyvet írtál? Az erőszak szerintem az emberi természetnek elég jelentős része. Nem csupán a fizikai erőszakra gondolok itt, hanem az erőszakosságra, a valakinek az álláspontjának az elpusztítására szavakkal, vagy tettekkel, vagy bármi mással. Mivel ez az emberi létnek ekkora részét képezi, nem hiszem, hogy meg lehet tőle válni. Viszont nem, azt sem hiszem, hogy ez lenne a cél. Tehát a könyv erről is mondana valamit, hogy mennyire lehet része az erőszak a mindennapjainknak, vagy mennyire teheti tönkre a mindennapjainkat, ha hagyjuk, hogy túlságosan a része legyen. Azt gondolná az ember, hogy azért írsz az erőszakról, hogy levezesd a stresszt. Úgy gondolod, hogy ebben van valami? Talán van benne valami, de nem hiszem, hogy ez lenne a válasz. Inkább csak az, hogy ha az erőszakot és az erőszak következményeit látjuk, akkor nem leszünk annyira hajlamosak rá, hogy azonnal ez a módszerhez fogjunk a mindennapjainkban. Ez szerintem egy kifejezetten hasznos dolog, mert erőszakkal sok minden megoldható, de erőszak nélkül is sok minden megoldható, szinte több is. Mi a regényed alaptézise? A regényem alaptézise, hogy az emberség megőrizhető egy olyan világban, ahol az emberségnek már úgymond nincs értéke. Az, hogy ezt miképp éri el a karakter, vagy a karakterek, vagy merre halad a könyv, ezt meghagyom az olvasónak, de szerintem ez egy fontos téma, és nem csak egy posztapokaliptikus területen nézve. Mit értesz emberség alatt? Azokat az alapvető emberi értékeket, amik nem mondom, hogy bármiféle vallásnak, vagy egyéb nézetnek az alapjait képzik, de sok helyen képzik. Viszont a ne bántsunk senkit, ne tegyünk kárt, ne okozzunk tudatosan kárt senki másnak. Végezetül egy néha egy személyes kérdést intéznék hozzád. Először is az, hogy élnél ebben a világban, amit teremtettél? Nem. Miért nem? Nem egy jó hely. Tehát elmondhatjuk, hogy szabadság, hatalmas szabadság, az erős él, az erős nem él, de az nem egy jó világ, ahol mindenképpen csak az erős uralkodik a gyenge felett. Vajon meddig maradnál életben a saját regényedben? 5-10 percig. És milyen pályát választanál, ha ott élnék az embertelen vidéken? Valószínűleg asztalos lennék, tanárnak ott nincs haszna. Az asztalos egy elég békés szakma, egy faluban életelepedetten nem túl veszélyes. Vagy nem jól gondolom? Az asztalos nagyon békés szakma, amíg a fűrész csak a fát vágja. Ezt így szoktuk mondani, és ez teljes mértékben igaz. Köszönöm szépen. Krisztos, még hozzád intéznék egy pár kérdést a bekezdés pályázatról. Említettük, hogy idén is van bekezdés pályázat, idén is adott a lehetőség mindenki számára, aki szeretne a regényével pályázni. Milyen típusú kézadatot várunk idén? Ugyanúgy, ahogy eddig az ezt megelőző két pályázat alkalmával, az Open Genre-ből várjuk a kéziratokat. A mese kategória ugye kikerült tavaly, hiszen ennek tavaly óta a meseszülő pályázatot lehetőséget, de tényleg bármilyen zsánerben érkezhetnek a kéziratok. Van-e valamilyen más változás a korábbi évekhez képest, azon kívül, hogy meséket már nem fogadunk? Igen, idén döntött úgy a zsűri, hogy az idei pályázattól kezdődve, tehát az idei pályázattól kezdődve csak és kizárólag teljes kéziratokat fogadunk. Sanyi, te nem teljes kéziratot küldtél, sőt csak 50 oldal volt még meg, amikor pályáztál. Ha most pályáznál, akkor az, hogy csak teljes kézirat küldhető be, azt téged inkább motiválna, vagy pedig eltántorítana? Motiválna igazából. Főleg amiért említettem, hogy nekem voltak problémáim a kéziratnak az elkészítésével utána.
főleg azért, mert valamikor van kedve írni az embernek, van, amikor nincs kedve írni az embernek. Ha nincs kedve írni, akkor nem ír. Mert akkor jó, nem lehet kiadni az ember kezéből, ha valami éppen nem megy. De engem mindenképp motiválna arra, hogy befejezzem, mert ez egy nagyon jó lehetőség, és meg lehet nyerni. Tehát nem nincsenek az ember ellen pakolva az esélyek. A kéziraton kívül rendkívül fontos a szinopszis, hiszen ez alapján dönti el a kiadó, hogyan olvassa az egész kéziratot, vagy hogy egyáltalán érdemes-e a figyelemre egy kézirat. Krisztus, tudunk valamit arról, hogy a szinopszis milyen kell, hogy legyen? Hát ezzel kapcsolatban ugye, amióta kijelentettük, hogy a szinopszisnak mekkora jelentősége van a pályázatban, azóta már tartottunk ugye a könyvfesztiválon egy szinopszis kurzust, illetve a bekezdésnek a projektvezetője, aki egyébként az Embertelen Vidéknek is a szerkesztője, a Steve, a weboldalunkon a bekezdés.twister.hu oldalon nagyon jól leírja, hogy hogyan kell kinézni egy megfelelő szinopszisnak. Az idei évben úgy tudom, hogy lesz egy történelmi fikciós regények kéziratára vonatkozó pályázat. Erről mit lehet tudni pontosan? Idén ősszel fog kiírásra kerülni egy ötlet vagy szinopszis pályázat történelmi fikciós kategóriában. Itt ugye szinopszisokat várunk elsősorban, kizárólag szinopszisokat, és ezek közül kerül kiválasztásra az a pár szinopszis, aminek a segítségével részt veszünk, hogy a szinopszisból egy teljes kézirat készüljön el. Miért pont történelmi fikciós témában várunk szinopszisokat? Az eddigi pályázatok alkalmával kevesebb ilyen jellegű pályázat érkezett, és régóta keresünk olyan kéziratot, ami megfelelő lenne a kiadásra. Jó kéziratok érkeztek az eddigi két pályázat alkalmával, és mindig hiányzott valami nuansz abból, hogy a zsúri kiválassza. Minden évben más téma lesz meghatározva a szinopszis pályázaton a tervek szerint? Igen, elképzelhető, hogy ez nem évente kerül kihirdetés, hanem két évente, de úgy tervezzük, hogy a zsánereket azokat rotáljuk. Mit nyernek a szinopszis pályázat győztesei? Hát a szinopszis pályázat győztesei ugye kapnak egy mentort, aki segít számukra a szinopszisból egy kéziratot készíteni. Van valamilyen elképzelés arra, hogy hány győztes lesz? Mennyire gondoltatok, hány kiválasztott lesz? Ahogyan eddig a bekezdés pályázat alkalmával sem volt megállapítva, hogy most itt egy győztes, vagy kettő, vagy egyetlen egy győztese legyen, így a szinopszis pályázat alkalmával sem került ez megállapításra. Időnk lassan a végéhez közeledik. A meseszövőről elcsinj még esetleg egy néhány szót. Hát ugye a meseszövő pályázatot, aminek az egyik zsűri tagja egyébként a Gyula, tavaly hívtuk életre, azért mert volt erre egy ilyen jellegű igény a kiadó részéről is, illetve illusztrátorok, meseírók részéről is. Hát nem is tudom, több mint 400 pályázat érkezett be tavaly. 6 mesét választottunk, illetve illusztrátort. Idén is folytatjuk majd ezt a pályázatot várhatóan össze. Milyen mesekézatokat várunk? Próza, esetleg verses, vagy van-e valamilyen konkrét elképzelés? Nincsen semmilyen megjelölés. Két korkategória került megállapításra, 0-tól 6 évig és a 6 éven felettiek. És ha jól tudom, akkor külön pályázhatnak az illusztrátorok, valamint az írók? Igen, de ebben lesz majd változás, ezt még a zsűrivel most fogjuk átbeszélni a nyár folyamán. És mivel már csak egy pár percünk maradt, zárásképpen Sanyi, ismét téged kérdeznélek, hogy mit üzenni azoknak, akik nem pályáznak a bekezdés pályázatra? Annyit üzennék, hogyha van egy kéziratunk, és van egy ötletünk, és van egy történetünk, amit el akarunk mondani, akkor csak bátran pályázzunk. Ahogy mondtam, lehetséges nyerni, én is
én vagyok a tipikus messziről jött ember, aki azt mondom, amit akar, tehát én Budapestet hírből se láttam túl sokszor, mielőtt nyertem, én vidéki vagyok, úgyhogy be lehet küldeni, meg lehet próbálni, nyerni is lehet. Én ajánlom mindenkinek, szerintem ez egy nagyon jó pályázat, úgyhogy csak ügyesen. Köszönjük szépen a figyelmet! A kötet perceken belül megvásárolható a 29-es tanulat Vister Médiánál. Köszönjük, hogy itt voltatok! És még annyit szeretnék elmondani, hogy Rögyen Vitel Vikár, Sanyi, Lili, Alin és Emma a 29-es tanulat körülbelül fél távon található innen a szállodát felé. Köszönjük, hogy eljöttetek! Köszönjük!